Nagy volt a nyüzsgés a Városi Művelődési Központ Húsvétváró játszóházában. A délelőtti eseményen a gyerekeket gyöngyfűzés és mézes kalács díszítés várta, valamint a dekupás technikával is megismerkedhettek. Természetesen nem maradhatott el a tojásfestés sem. Az érdeklődők három egyszerűbb technikát próbálhattak ki. Vízbe belecsöpögtetjük a körömlakot, és akkor megforgatjuk benne a tojást, és olyan mozaik tojást kapunk. Aztán hoztam szalvéta technikát, amit szintén rá lehetett ragasztani, és a harmadik pedig ilyen növényeket, különböző növényeket szedtem össze, és azt rárakjuk a tojásra. Harisnya nadrágot hoztam, amivel ráerősítettük a tojásra a növényt, és beleraktuk hagyma lébe. A vidám rendezvényre kisebb és nagyobb gyerekekkel egyaránt érkeztek a családok. A szervezők célja az volt, hogy mindenki megtalálja a számítását. Emellett az sem mellékes szempont, hogy a gyerekek megismerkedjenek a hagyományokkal. A lányok nagyon szeretnek kézműveskedni, a lányaim, és jövünk mi szülők besegíteni, mert még kicsik, és így ez egy egész család együtt van. A hagyományokat is igyekszünk megtartani és őrizni, és ezáltal is ilyen hangulatosabbá válik ez a húsvéti időszak. A húsvéti készülődés részeként március 30-án nyugdíjas otthonban lakó idősek egy csoportja látogatott el az egészségügyi középiskolába. A nyugdíjasok a diákok közreműködésével mézes kalácsokat díszítettek és tojást festettek. Az oktatási intézmény és az idősek otthona kapcsolata már hosszabb ideje tart. A jövőbeli hivatásunk az idősek és a betegek ápolása és ellátása. Mivel a mai nap meghívtuk az időseket, akik legtöbbször egyedül vannak, szerettük volna, hogy átérezzék, hogy ők is fontosak számunkra. A mai célunk a programmal az lett volna, hogy átérezzék és átéljék a húsvétnek az izgalmát és a rákészülődést. Reméljük, tudtunk ezzel egy kis örömet szerezni számukra. Nagyon-nagyon örültünk neki, hogy még tiszteltek bennünket a fiatalok, hogy még egy kicsit a időseket is nézik valaminek, és szeretünk egy kicsit a társaságukban lenni. Mi már úgy érezzük, nincs ránk szükség, és ilyenkor rájövünk, hogy azért talán szeretnek tanulni a fiatalok valamit még a idősebbektől. A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, amelyre a lelki ráhangolódás is fontos. Ehhez nyújtott segítséget a Beszéljünk róla, felnőtt katekézis című előadássorozat újabb felvonása. Albán József római katolikus lelkipásztor a Jézus halála előtti eseményekről beszélt. A keresztény ember számára húsvét az az élet forrása. Tehát azt ünnepli, hogy akkor megváltotta őt Jézus. Jézus bemegy helyettünk a sírba, hogy mi kijöhessünk. És nem csak bemegy, nem csak meghal helyettünk áldozatot hoz, hanem ki is jön a sírból. Minden különösebb beavatkozás nélkül. Tehát kijön, föltámad. Így hív ki minket a sírból, így ad nekünk új életet. Pontosan olyan húsvétod lesz, amilyen nagyböjtöd volt. Ha volt nagyböjtöd, lesz húsvétod. Ha minőségi nagyböjtöd volt, Istenre figyelő, akkor olyan húsvétod lesz. Nem nagyon lehet olyan húsvétot várni, amit nem előz meg előkészület.